1888-ban készültek, ez a gyár életében egy nagyon fontos időszak, az aranykor, ugye mi aranykornak hívjuk azt az időszakot, amikor tényleg az akkori osztrák-magyar monarchia piacvezető pozíciójába került a gyár. Valahol a tradicionális fazekas és a porcelán technológia között húzódik meg az a technológiai eljárás, amivel ezek a tárgyak készültek. A formát Sikorsky Tadej tervezte, a férj, és hát a dekorációt pedig Zsolnai Júlia, ugye a feleség. Tehát ha úgy tetszik, akkor ez egy ilyen családi koprodukció. Az egyikről tudtunk már régóta, hiszen a Gyudi gyűjtemény Pécsre kerülésekor 2010-ben egyik nagyon kiemelkedő darabja volt a kollekciónak, de a párjáról csak sejtéseink voltak, hogy hol lappanghat, és néhány év után kiderült, hogy valóban létezik ez a pár. Amerikában, Egyesült Államokban egy idős műgyűjtőnek a tulajdonában volt, aki magyar felmenőkkel rendelkezvén szerette volna azt, hogyha a váza minél hamarabb még élete során, életében visszakerül szülőhelyére Magyarországra. Nem csak egy nagy múltú kultúrájáról nevezetes városnak és egy különlegesen tehetséges családnak sorsával fonódott össze egy gyáregyüttes története, hanem egy egész ország, Magyarország történelmével is. Ezért is támogattam kezdettől fogva személyesen is azt, hogy a Zsolnai Manufaktúra e két egyedi darabját még mielőtt visszatérnek Pécs városába, először az ország, a nemzet fővárosában, Budapesten mutassuk be a nagyközösségnek. És egy hónap után fognak visszakerülni végső helyükre, Pécsre, ahol ugye ezek annak idején elkészültek. A műtárgypiacon ezeknek a tárgyaknak olyan 20-30-40 ezer dolláros az ára, mi 10 millió forintra biztosítottuk mind a két darabot, tehát darabonként 10 millió forintra.